Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem vagytok elégedettek? Nem. És szerinted a fentiek mennyire elégedettek az emberiség működésével? Ha nagyon elégedettek lennének, akkor már rég eltették volna. Na most gondold végig, neked mondjuk lenne egy baromfi udvarod, ahol tyúkok vannak, és nem tojnának. Hát csak úgy ennének, aztán úgy ellennének. Mit csinálna előbb-utóbb velük? Hát levágnád őket, azt elfogyasztanád, nem? Menne a levesbe, szó szerint így van. Tehát, ha megnézed, minden élőlénynek ezen a bolygón van egy szerepe, nem? Ha növény, ha állat, nem? És mi a szerepe az embernek? Jó kérdés, nem? Nem fura egy kicsit, hogy minden élőlénynek van szerepe, az emberek meg úgy gondolják, hogy az embernek nincs? Ha mi a szerepünk, mi nekünk, mint emberünk? Az, hogy minél többen legyünk, azt minél jobban elpusztítsuk a élővilágot itt a Földön? Ez a szerepünk? Vagy az a szerepünk, hogy minél jobban érezzük magunkat azáltal, hogy minél több pénzt költünk. Mert sokan úgy gondolják, hogy annál jobban érzik magukat, minél több pénzt költenek. Tehát az nekik a szórakozás, hogy pénzt költenek. Most, hogy milyen formában költik a pénzt, ez most ebből a szempontból totál lényegtelen, nem? Mert van, aki, mit tudom én, anyagot halmoz föl, arra költ pénzt, van, aki utazgat, arra költ pénzt, most teljesen mindegy, hogy valaki mire költ. Az a lényeg, hogy abban élvezkednek emberek, hogy pénzt költenek, nem? Mert semmi gond nincs azzal, hogyha arra költik az emberek a pénzüket, ami a szükségletük, nem? De a szükségleten felüli pénzköltés, az pusztán szórakozás. Gondold végig. Tehát pusztán azért költenek többet, mint a szükségletük az embereknek, mert az szórakoztatja, hogy többet költ. Sőt, sok embert még az is szórakoztat, hogy többet költhet, mint más. És ezzel ő a ki, ha én nem, tudod? Mert ő többet költhet, mint más. Tehát gondold végig, minden élő lénynek van szerepe a bolygón, és feladata, minden élő lény szolgál valamit az élővilágban, szó szerint, és az ember mit szolgál? Mondom még egyszer, ha lenne egy baromfi udvarad, amiben ott vannak a tyúkok, és az lenne a dolguk, hogy tolják a tojásokat, és ők csesznének a tojás tojásra, érted? Mit csinálná előbb-utóbb vele? Menne a levesbe, nem? És az ember szerinted nem fog előbb-utóbb a levesbe menni, mert nem csinálja a dolgát? Nehogy azt gondolt, hogy nem, az élővilág részei vagyunk, egy nagyobbnak a része, ugyanúgy, mint ahogy a növények egy nagyobbnak a része, ugyanúgy, mint az állatok egy nagyobbnak a része. Nehogy ma azt képzeljük, hogy az ember az nem egy nagyobbnak a része. Nehogy ma azt képzeljük, hogy az ember a legnagyobb. Tehát a világegyetemben minden valami nagyobbnak a része, kivétel a teremtő. Milyen teremtőről beszélek? Az egyetlen olyan teremtőről, amiből minden létrejött.
ami azt jelenti, hogy létrejött belőle az anyag, és létrejött belőle az élet, de először az élet, utána az anyag. Tehát ez volt a sorrend. Tehát nem az anyag volt először a sorrend, hanem az élet. És minden gyakorlatilag valami nagyobbat szolgál. És az ember azt gondolja, hogy hát az ember az nem szolgál semmit, lemax a hatalmat, nem? Hát jó, de akkor azt kérdezem, hogy mint emberiség mit szolgál? Mert ugye ha vannak tyúkjaid, abból egy tyúk, az azt szolgálja, hogy tojást toljon. De az egész tyúkudvar azt szolgálja, hogy tojásokat toljanak, nem? Nem tűnt föl, hogy az ismerőseid közül az elmúlt három évben, 2020 óta több lett beteg, vagy több halt meg? Nem tűnt föl. És akkor magyaráznád azzal, hát meg Covid. Nem azért. Nem azért. Azért, mert eljött az ideje annak, hogy aki nem teszi a dolgát, mint ember, mondom, mint nagybetűs ember, hát az kimúl. A kelleténél hamarabb. És ha valaki azt gondolja, hogy neki az a dolga, hogy minél több pénzt költsön, mert neki az a szórakozása, hogy valamit megvegyen pénzért, akkor ne csodálkozzon, hogy idő előbb földobja a bakancsot. Hát mondom, logikusan gondold végig. Minden élőlény betölti a szerepét ezen a földön, a bolygón. Minden élőlény valami szolgál, valamit szolgál. És mit szolgál az ember? Ugye általában úgy van, hogy a nagyobb állat, ami vadabb, az megeszi a kisebbet, ami kevésbé vad, nem? Tehát a kisebb szolgálja, táplálékul szolgál mondjuk a nagyobb, de vadabb állatnak. És az ember az mit szolgál? Te, mint ember, mit szolgálsz? Mert ugye a tyúkudvarban a tyúkok mind azt szolgálják, hogy tojást toljanak, nem? Tehát nem csak úgy, hogy elvétve, hát mondjuk lenne 50 tyúkod, és abból mondjuk 10 sose tojna, mit csinálnál vele? Hát a 40-et meghagynád, a 10-et meg menne a levesbe, nem? Logikus? És nem látod ezt, hogy ez kezd lenni az emberiséggel 2012 óta? Nem most ebben a három évben, 2012 óta. Milyen 2012? 2012. december 23-a óta. És akkor ez nem lineálisan nő, hanem exponenciálisan nő. Ami azt jelenti, hogy 2013-ban még olyan nagyon nem érzékelték az emberek a változást. De egyre jobban érzékelik a változást. És egyre több olyan dolog lesz a bolygón, előre mondom, ami tizedelni fogja az emberiséget. És ez nem feltétlenül betegség. Miért? Mert az embernek van egy immunrendszere, amely gyakorlatilag bármilyen betegséget le tudna küzdeni. Hát nézd meg a világban, milyen járványok voltak, amely szó szerint megtizedelte az emberiséget, mégis voltak mindig túlélők. Érted? Volt olyan, hogy az emberiség kétharmada azon a területen kipusztult, érted? Annak a járványnak hatására. De az egyharmada túlélte. Miért? Mert annak az egyharmadnak sokkal erősebb volt az immunrendszere, és legyőzte a betegséget.
De elérik azt, hogy az emberek túlnyomó többsége ne legyen képes legyőzni a betegséget. Sőt, generálja saját magában a betegséget. Hiszen minden betegség visszavezethető a gondolkodására az adott illetőnek. Mondom, a gondolkodására visszavezethető. Tehát egy olyan világban élünk, ahol lehet csukott szemmel járni és nem észrevenni az összefüggéseket, csak nem érdemes nem észrevenni az összefüggéseket. Én bennem lakoznak olyan energiák, amire a nejem azt mondta, hogy ne elemezz már ki mindent. Mert ugyanis én imádok kielemezni dolgokat. Érted? Szó szerint. Tehát bármi történik, az elemzés azt jelenti, hogy rögtön keresem az okokozati összefüggést. Érted? És bármi történik bárkivel a környezetemben, vagy világban, azonnal beindul az okokozati összefüggés keresés bennem. És ez nem most kezdődött, már régóta, csak ez fokozódik. Szó szerint. Tehát most már szinte minden úgy van, hogy találkozok valami gonddal, problémával, ugye nem feltétlenül velünk kapcsolatban, hála Istennek velünk kapcsolatban annyi probléma nem tud lenni, hanem úgy valakivel. Vagy valahol a világban. És rögtön keresem az okokozati összefüggést, és tudod mennyi időn belül találom meg? Általában ez pár perc. Pár percen belül. És szó szerint imádom keresgetni az okokozati összefüggéseket. Imádom. És tudjátok, hogy a manóban van? Ha bárkivel valami történik, érted? Egyszerűen tudom azt, hogy mik lesznek a következmények abból a történésből. És pont azok szoktak lenni. Ez nem mostani keletű, hanem ez már régebbi dolog, és pont az szokott lenni, amit előre mondani, és szoktam mondani, én megmondtam előre, hogy ez lesz. Szóval lényeg az, hogy miért gondolod azt, hogy az embernek, az emberiségnek, tehát nem csak úgy kell mondani, hogy emberiség, és vagy úgy kell mondani, hogy ember, hanem ember és emberiség, mert ami az emberiségnek a küldetése, az az egyénnek is a küldetése. És mit szolgál az ember? Egy nagyobb valamit. Mi ez a nagyobb valami? Hát a nagyobb valami az egy fenti létforma, amit lehet úgy nevezni, hogy angyali létforma, vagy egy isteni létforma. Ami azt jelenti, hogy akkor megértsük, jó? Tehát mióta a világ, mármint nem a világ, hanem mióta itt van ez a bolygó, amit úgy hívnak, hogy Föld. Mióta ez itt van a naprendszerben, ez a bolygó. És létre jött ezen a bolygón az élet, majd a bolygón létrejött, hát nem létrejött, mert nem magától jött létre, hanem létrehozták a bolygót, létrehozták az életet, és létrehozták magát, az embert ezen a bolygón. De ne úgy képzeld el az ember, hogy pont így nézett ki, mint most. Jó? Pont ilyen méretű volt,
pont ilyen élettartamú volt, ne így képzeld el. Ez a hetedik emberiség a bolygón, a hetedik, és mind valamiben más volt, oké? És hat emberiség már eltűnt a bolygóról, és itt van ez a hetedik emberiség, és hát vajon miért vagyunk itt? Tehát ha létrehozták a bolygót, létrehozták az élő lényeket, tehát az életet, és létrehozták az emberiséget, hát valami céllal hozták létre. Tehát egy bolygót nem hoznak létre a fentiek céltalanul, életet nem teremtenek egy bolygóra céltalanul, emberiséget nem ültetnek arra a bolygóra céltalanul. Ebben nem fontos hinni, felőlem nem kell benne hinni senki, aki nem akar benne hinni, nem kell, csak az életedet nehezítid meg ezáltal, semmi gond, nekem hogy mennyire nehéz az életed, nekem aztán tök mindegy. Tehát ha azt gondoljuk, hogy mit tudom én, van egy teremtő és az mindent felügyel a világegyetemben, közvetlenül, közvetlenül, akkor óriási tévedésben vagytok, mert akkor az a teremtő Isten az nem bízna meg senkiben, illetve senkikben sem bízna, ami annyit jelent, hogy gondold végig, mondjuk együtt működnél egy csapattal, és te mindent felügyelni akarnál közvetlenül, azt tudod mit mutatna? Hogy te nem bízol senkiben, mert senkire nem bíznád azt rá, hogy felügyeljen ezt, azt, amazt, vagy ezeket, azokat, amazokat az embereket, érted? Tehát ha valaki azt gondolja, hogy van egy teremtő Isten is, az a világegyetemben mindenre a felügyelő, akkor óriási tévedésben van. Én tanultam vezetést, aminek vannak alaptételei. Tudod micsoda? Hogyha egy vezető a vállalkozásában, ahol más emberek is dolgoznak, mindent ő akar felügyelni, képtelen lesz ezt megcsinálni. Képtelen lesz. Miért? Mert egy ember hatékonyan hat embert tud felügyelni. De te mondhatnád azt, hát az Isten az mennyivel okosabb, bölcsebb, stb., ügyesebb, stb. Ő képes arra, hogy milliárdokat felügyeljen. Hát ha te azt gondolod, akkor te hülye vagy, erre azt tudom mondani. És ha megsértődsz, nem érdekel. Na akkor nem vagy, nincs itt a helyed, ennyi. Szóval a világegyetem azon része, amiben mi vagyunk, az rajtunk kívül hierarchikusan 7 szintre tagozódik. Hierarchikusan 7 szintre. És abba mi nem vagyunk benne, ebbe a 7 szintbe. Tehát ami azt jelenteni, hogy ha te most egy angyal lennél, és nem egy ember, akkor benne lennél a hierarchia legalsó szintjén. Ami azt jelenti, hogy még közel sem felügyelne téged a Teremtő Isten. Most gondold végig, ha egy angyalt nem felügyel a Teremtő Isten közvetlenül, akkor az embereket mennyire felügyeli? Sőt, itt vagy te emberként,
és a te felügyelőd igazából az közvetlenül ugye egy angyal, de nem dönt az életed felett. Az angyalod működik annak alapján, amit az ő főnöke eldönt. Oké? Ami azt jelenti, hogy ő teszi a dolgát, pontosan tudja, hogy mit kell veled csinálni, vagy mit nem kell veled csinálni, de nem ő dönti el, hogy mi fog veled történni. Világos ez? Ez olyan, mint a mondjuk valaki épít házat, és megvan a terv a házépítésre, és akkor van egy mester, egy kőműves mester, amely kiadja a munkát a tervek alapján, hogy mit kell megcsinálni, és a melósok megvégrehajtják azt a dolgot. De nem a melósok döntik el, hogy miből legyen megcsinálva az a ház, és hogy nézzen ki. Világos ez? Ők végrehajtják azokat a dolgokat, amire utasítják őket. Fent még az sincs, hogy utasítják őket. Mert ott nincs utasítás. Ott pontosan tudják, hogyha valaki magasabb szinten van a hierarchiában, akkor az többet tud, mint aki alacsonyabb szinten van a hierarchiában. És nem kérdőjelezi meg annak azokat a javaslataikat, amit mondja, hogy ezt így kellene, azt úgy kellene. De az nem utasítás, tehát nem kötelező azon a földi módon végrehajtani, mint amit itt a földön tudjuk, hogy mi az, hogy kötelező, de ők mégis megcsinálják. Tudod miért? Mert ők tudják azt, hogy aki felette van a hierarchiába, abba bízhat, hogy a döntése az tökéletes. Világos ez? És ha te, mikor lejöttél innen a fenti világból, ide a földre, lehet, hogy pont azért kerültél ide, mert megkérdőjelezted a hierarchiában feletted lévőnek a javaslatait. Oké? És akkor azt mondták, hogy jó, akkor gyere le a földre, itt megkérdőjelezheted a javaslatokat. Érted? És majd akkor visszajöhetsz oda, ha rendbe hozod magadat. Oké? Tehát ott nincs parancsosztogatás, ott nincs utasítgatás, hanem simán hoz valaki a hierarchiában magasabb szintű lény egy döntést, és az alatta lévők a hierarchiában simán követik azt a döntést. És ezt tudod, hogy működik odafönt? Hogy nem kell megbeszélgetnie másokkal, hogy milyen döntést hozzon. Tudod miért nem? Mert pontosan tudja, hogy ő milyen döntést hoz, és most gondold végig itt, mikor összeül egy tanács, és megbeszélik, hogy milyen döntést hozzanak, és utána rossz döntést hoz a tanács, ki fog érte felelősséget vállalni? Mikor mondjuk az a tanács 20 fős volt, és a 20 fő rossz döntést hozott, érted? Ki fogja a felelősséget vállalni? Hm? Mindenki föltartja a kezét itt a földön,
És azt mondja, hogy hát nem csak én döntöttem, nem csak én vagyok a felelős, tehát számon kérhető a felelősség? Ennek alapján? Egyáltalán nem. Tehát odafönn nincs. Ez úgy működik, mint ahogy a királyok működtek, itt a magyar királyok Mátyásig. Mátyásig a magyar királyok úgy működtek, hogy egyedüli döntést hoztak. Érted? Ami azt jelenti, hogy nem volt neki egy tanács, akivel megbeszélje, és majd kézfenntartással többségi szavazata eldöntik, hogy mit akar dönteni, mit akarnak dönteni. Nem volt ilyen. Vagy titkos szavazáson majd leírják, hogy ki mit döntött. Nem volt ilyen. Hát most mondjuk a miniszterelnök hoz egy döntést, mindenütt azt hallod, szó szerint azt hallod, hogy ezekkel konzultált, meg azokkal konzultált, és azt javasolták neki, hogy ezt tegye. Érted? Na most a múltban Mátyásig erre nem volt szükség. Tudod miért? Mert sokkal okosabbak voltak akkor az emberek, mint most. És odafönt a fentieknél miért nincs szükség? Hát mert sokkal okosabbak, mi vagyunk emberek. Na most gondold végig, hogyha te egy következményként vagy itt. Tehát minden ember, aki ezen a bolygón van, egy következményként ember most. Akkor nincs dolgod. Nincs szereped, nincs szolgálatod, nem kell szolgálnod semmi. Ne akarsz szolgálni semmit. Kapsz egy olyan nehezítést, ha nem akarsz szolgálni semmit és senkit, amibe beleződülsz. Semmi gond nincs ezzel. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy élj tovább úgy az életedet, hogy nem akarsz tanulni, nem akarsz fejlődni. Ugye beszélek azoknak, akik nem tanulnak, nem fejlődnek. Vagy azt gondolják, hogy nekik az a tanulás, hogy eljárnak ilyen egy-két napos rendezvényekre, ide-oda-amoda, azt innen csipegetnek. Hát ez olyan, mintha ugye van egy éhes galamb, és ott van egy csomó mag, mondjuk búza, az fogja azt. Jól lakik belőle. Érted? És már nem éhes. De az a galamb nem lakik jól, amely itt talál egy szemet, ott talál egy szemet, amott talál egy szemet. Érted? És mindig éhes marad, csak éppen nem hal éhen. És az emberek, akik tudást kapnak ma a bolygón, valahogy így működnek. Innen szemezgetnek, egy kicsit onnan csipegetnek. Érted? Éhen nem hal. De állandóan éhes. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem kap annyi tudást, amely révén boldogulhatna az életben. Tehát itt vagyunk mi emberek, és az emberiség nagy része az azt gondolja, hogy úgy kell élni az életét, mint hogy a szülei éltek, vagy a nagyszülei, azzal a kivétellel, hogy sokkal több a pénz a bolygón, sokkal több a termék a bolygón, sokkal több az a lehetőség a bolygón, amire pénzt lehet költeni, és az az életnek a szerepe, hogy minél több pénzt költsenek. Erre, arra, amarra. És ugye van egy középréteg, a középréteg az, amely a legnagyobb tömeg a bolygón, és az a tipikus példája ennek. A középréteg az, amely gyakorlatilag bármennyi jövedelmet
létrehoz, elkölti. A szegény réteg nem, mert nem tud annyi jövedelmet termelni, mert kevés a jövedelme. A gazdag réteg megint nem, mert a gazdag réteg felhalmoz. A középréteg, az emberek, hát úgy durván olyan 90%-a. Még egyelőre. Az, amelyik azt csinálja, tehát ha megnézed, a 90% az több, mint a 10%. Jóval, 9-szer annyi. És ez a középréteg azt csinálja, hogy azért él, hogy minél több pénze legyen, hogy minél több pénzt költhessen el. Oké? Ez a tipikus működés. Vagy rosszul látom? Netántán egyesek ebből a 90%-ból azt megcsinálják, hogy mondjuk a jövedelmüknek egy pár százalékát, bizonyos százalékát, azt rendszeresen félre rakják. De a többség olyanba rakja félre, ami vagy nyerészkedés, tehát nyerészkedni akarnak, vagy kevesebb pénz lesz belőle, mikor kiveszi, mint amennyit berakott. Nem azt jelenti, hogy darabra kevesebb pénz, hanem az értéke kevesebb. Az értéke. Főleg egy olyan világban, amiben most vagyunk, ahol már ilyen 10% az infláció. A kimondott infláció. Szóval a lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, az emberek ilyen nem furcsán gondolkodnak. A múltban is furcsán gondolkodtak, mert a múltban ennyi volt a jelszó, hogy éljünk túl. És az azt jelenti, hogy csináljunk 6-8 gyereket, mert akkor biztos túlélünk. Tényleg, vagy nem ez volt? Rosszul látom. És akkor mondjuk az a család túlél, mert 6-8 gyerekben már csak marad. Vagy még többből, természetesen. Most pedig az a jelszó, hogy nem úgy élünk túl, hogy minél több gyerek, hanem most úgy kell túlélni, hogy minél több pénz. Hogy minél többet lehessen költeni. Érted? Tehát nem hasznos dologra költeni, hanem haszontalan dolgokra. Tehát nem arra költenek az emberek, hogy mondjuk több fa legyen a bolygón, vagy több víz legyen a bolygón, vagy bármi, vagy több levegő legyen a bolygón. Nem. Érted? Nem ilyenre. Hanem ami a saját érdeke azt mondja, hogy na ez emiatt én jobb hangulatú leszek valamivel, már most ennyit elkötöttem. De csak addig, ameddig azt a pénzt éppen költi. És amikor már elköltötte, akkor visszazuhan arra a hangulati szintre, mint mielőtt elköltötte volna. Tehát megnézed az embereket, mit tudom én, mondjuk arra spórol, hogy mondjuk menjen nyaralni, és költ a nyaralás során, majd hazajön, az kipiheni a nyaralást, mert elfáradt a nyaraláson. És nem látod azt, hogy föltöltődött volna a nyaralástól. Mert hát ha föltöltődött volna, akkor nem kellene kipihenni. Érted? Szóval eléggé egy fura világot élünk. És hát ebből igazán elegük van a fentieknek. Tehát azon a határon vannak, hogy mint az az ember, akinek van egy baromfi udvar, és nem tojnak a tyúkok. Érted?
És ezért van egy ultimátum, örüljünk annak, hogy 2012. december 23-ától még van emberiség, és van föld, és van élő világ. Örüljünk neki. De ha nem teszünk azért, hogy teljesítsük az emberiség küldetését, akkor az emberiségnek baromi szar lesz. Oké? Ami azt jelenti, hogy ez úgy működik, gondold végig, mint annak idején mondjuk a Józsefváros volt. A Józsefváros az a város széle volt. Az Pest széle volt a Józsefváros. És oda olyan emberek költöztek, akik ilyen, hát nem mondanám őket jómódúnak. Hát egy nagyon-nagyon szegény réteg költözött a Józsefvárosba. Oké? A város szélére költözött a szegény réteg. És azt gondolták, hogy semmi gond nincs ezzel, mert a város szélén el vannak az olyan elemek, akik nem kívánatosak a város központba. Oké? Tehát olyan emberek költöztek a város szélére, akik nem voltak kívánatosak a város központba. És akkor ez mikor volt? Ugye az évszázadok során. Csak hát Budapest terjeszkedett, Pest terjeszkedett, és hát a Józsefváros az már nem a város széle lett, hanem ha most megnéznénk, akkor Józsefváros már belvároshoz tartozik. Ezért mit csináltak azokkal a lakókkal, akik hát nem kívánatosok voltak a belvárosba? Fogták és lebontották alóluk a házakat. Szó szerint. És kiköltöztették őket onnan. Világos ez? Így oldották meg, hogy városrendezés címszó alatt lebontottak egész városnegyedeket, érted? Városrészeket. És azokat kiköltöztették onnan. És ugye most már azon a részen, hát jóval kevesebb az olyan egyén, aki hát aki nem kívánatos azon a területen. Na most pont ugyanígy vagyunk a bolygónkkal. Amikor a bolygót létrehozták, ezt a Föld nevű bolygót, ez az univerzum széle volt. És az univerzum szélére költöztették azokat a lényeket, akit embernek hívnak, akik nem kívánatosak voltak az univerzum központjában. Világos ez? Csak az a helyzet, hogy azóta az évmilliárdok során kiépült az univerzum, és már a Földön jóval túl, ugyanúgy mint Józsefváros esetén, jóval túl és vannak bolygók és naprendszerek. Tehát már a Föld az központi helyen fekszik, úgy értve, hogy a központhoz sokkal közelebb, mint az univerzum széléhez. Világos ez? Ugyanúgy, mint a Józsefváros a belváros központjához sokkal közelebb van, mint a város széléhez. És ez a folyamat pont így van nagyban, mint itt a Budapesten kicsiben. Van is egy ilyen mondás, hogy ami kicsiben, az nagyban, ami nagyban, az kicsiben. Hogy az emberiség ilyen módú működése nem kívánatos az univerzum központjában. Érted? És már ezen a bolygón aranykornak kellene lenni legkésőbb 2012 év végétől.
És ehhez képest 2012. december óta nem javult ugye a bolygón az emberek hangulata meg működése, hanem mi lett? Romlott. Tehát még inkább kevésbé kívánatos a Föld ilyenfajta működése az univerzum közepén, majdnem közepén, a központhoz nagyon közel, mint valaha. Régen ezt úgy oldották meg, hogy fogták és leradírozták az emberiséget a Földről. És akkor újraindították az emberiséget. De ebben volt olyan is, hogy az élet is megsillettett, és akkor az életet is valamilyen szinten újra kellett építeni. Ebben a előző 6 pusztulásban. De most van egy nehezítés. Tudod, milyen nehezítés? Ez olyan, mintha a József városban lenne egy vár. És ott idegen lények, nem kívánnak, olyan idegen lények, hogy ellenség, úgy értsd, ellenség, meg akarná szerezni a várost, érted? De azt a várat még te építetted. A város a tiéd, de abban a várban vannak ellenségek, akik meg akarják szerezni a várost. Mit csinálnál velük? Ha fognád, azt rájuk robbantanád a várat, érted? Mint amit csináltak a második világháborúban, meg azóta is. Oké? Okay? Hogyha az ellenséget nem tudták kifüstölni, mit tudom én, egy területből, akkor fogták azt, megszórták úgy, bombákkal, meg robbanóanyagokkal, hogy mindenki meghalt. Oké? Okay? Na most ugyanez van nagyban. Itt van egy ellenség, amely meg akarja szerezni a bolygót. Oké? Okay? Nem emberek. A fentiekkel és az emberiséggel ellenséges lények. És azokat nem lehet kifüstölni, mivel a Föld mélyén vannak. Azokat úgy lehetne kifüstölni, hogyha a bolygót rájuk robbantják. Vagy van egy másik, egy pozitív megoldás, hogyha az emberiség rezgése úgy megemelkedne, hogy képessé válik egy olyan magas rezgésre, hogy egyszerűen az azoknak a lényeknek elviselhetetlen. Érted? Mert azok ilyen alacsony rezgésű. Tehát ez mindig úgy működött a világegyetemben, hogy a gonosz lények, ez mindegy, hogy ember vagy nem ember, a gonosz lényeknek alacsonyabb a rezgésük. A nem gonosz lényeknek magasabb a rezgésük. Ez mindig így működött. Most értelmes lényekről beszélek. És ugye a magas rezgés és az alacsony rezgés nem fér meg egy térben. Valamelyik kicsinálja a másikat, és menekülésre kényszeríti a másikat. Ugye mindig kik menekülnek, és kik kényszerítik menekülésre a másikat, akik többségben vannak. Tehát, hogyha van egy jókedélyű társaság, oda bemegy egy rosszkedélyű ember, az kimenekül onnan. De van egy rosszkedélyű társaság, oda bemegy egy jókedélyű ember, az is kimenekül onnan. Tehát mindig a többség győz. Mindig. Erre szokták mondani, sok lúd, disznót győz. És ez azt jelenti, hogy itt a bolygón is ugyanez a helyzet, hogy mivel ők nem nagy létszámúak a bolygó mélyén,
pár ezer emberről, vagy pár ezer lényről van szó, nem emberről, pár ezer lényről van szó. Tehát nem ilyen százezres vagy milliós lélekszámra gondol. Ez azt jelenti, hogy ha magas a rezgés ezen a bolygón, akkor ők egyszerűen nem érzik jól magukat és távoznak. Ha alacsony a rezgés, baromi jól érzik magukat. És nagyon érdekes ez a bolygó, mert úgy néz ki, hogy a bolygón most olyan változások vannak, ami az ő létüket szolgálja. Tehát ők egy olyan lények, akik alacsony rezgésűek. Az embereknél egyre inkább elérik, hogy minél alacsonyabb rezgésűek legyenek. Nézzétek meg. Akkor azok a lények a meleget szeretik. Minél melegebb, annál jobb. Nyilván nem túl meleg. De például ugye az emlősök, mint például az ember, a 40 fok fölötti vagy 50 fok környéki hőmérsékletet már baromira nem bírja. Ők meg azt kedvelik. Oké? Ők meg azt kedvelik. És ez tudod mit jelent? Hát nézd meg! Efelé megyünk. Efelé megyünk. Hogy lehet elérni, hogy a bolygó melegedjen? Nagyon egyszerű. Minél kevesebb zöld növény legyen a bolygó. Érted? Minél több a sivatag, vagy félsivatag a bolygón, annál melegebb van. Oké? És ha megnézed, a bolygó növényzete az rohamosan fogy. Tehát szisztematikusan dolgoznak azon, hogy egyre melegebb legyen a bolygó. Ezek a lények nagyon magas intelligenciával rendelkeznek. Sokkal magasabban, mint az emberiség. Körülbelül olyan magas intelligenciával, mint a fentiek. Ami azt jelenti, hogy eszméletlen tudásuk van az emberiséghez képest. Olyan dolgokra képesek, amiről sok ember max a fantasztikus irodalomban, filmekben olvas, lát. Tehát például olyan képességeik vannak, hogy bárkit, akit manipulálni akarnak, és az alkalmas a manipulációra, minden ember alkalmas, aki nem jó hangulatú, csak úgy mondanám, azt képesek távhipnotizálni. Ami azt jelenti, hogy nem kell ott lenni az embernél, hogy hipnotizálják, hanem egyszerűen kinézik azt a lényt, azt az emberi lényt, és akár több száz vagy több ezer kilométerről képesek hipnotizálni. Oké? De csak azokat, akik már nem túl jó hangulatúak. Tehát mit jelent az, hogy nem túl jó hangulatú? Ellenséges, rossz indulatú, fájdalmai vannak, vagy haragos, vagy gyűlölködő, vagy fél, vagy rejtett ellenséges, vagy bánatos. A bánatosokat már nem nagyon hipnotizálják, mert az nem sok vizet zavar, apátiában lévőkről meg aztán végképp nem is beszéljük, azok még kevesebb vizet zavarnak. De aki még egy kicsit jobb állapotban van, ilyen együttérző, egy
együttérzésre vágyó, azokat nagyon könnyen tudják hipnotizálni. De ugye miért hipnotizálnának olyan embert, aki nem sok vizet zavar ezen a bolygón? Ezért olyan embereket hipnotizálnak, akinek van befolyása az emberekre, vagy van befolyása a dolgok folyamára. És képesek ezek a lények arra, hogy behipnotizálják őket, mondjuk a politikusokat. Oké, csak mondtam egy példát. Vagy ugye azokat az emberi lényeket, amely a politikusok fölött vannak. A politikusok fölött vajon kik vannak? Hát a pénzemberek. A pénzemberek. Tehát azok a családok, amelyben töménytelen pénz van, és gyakorlatilag kilóra meg tudnak venni bármit. Érted? Vagy mondjuk a politikusokat is természetesen. Azokat hipnotizálják elsősorban. Oké? Mert ha őket behipnotizálják, akkor ugye ők annak alapján fogják csinálni a dolgukat a politikusokkal. Ha esetleg egy-két politikus ellenáll, akkor tud ellenállni a jó állapotú. Akkor elérik annál a politikusnál, hogy ne legyen olyan jó állapotú. Hogy lehet elérni? Keresnek valamit a múltjában, valami olyan prückköt, amivel meg lehet zsarolni. Oké? És már is nem olyan jó állapotú az a politikus, és már is lehet őt manipulálni. És a legkönnyebb módszer a hipnotizálás, mert a hipnotikus ember az, aki legkésőbb tudja meg, hogy őt hipnotizálták. És mindenki tudhatja akár a környezetében, hogy hipnotizálták, csak éppen ő nem. És gyakorlatilag a bolygón lévő hatalmak, hát mondhatjuk azt, hogy 95%-a az most hipnotizált. Ha nem is azok, akik a hierarchiában negyedik, ötödik, akárhanyadik szinten van, hanem akik a csúcson vannak. Tehát például a politikában, ha most gondold végig, legfontosabb ember egy országban van, 1, 2, 3, 4, nem kell sokat hipnotizálni. Elég azt az 1, 2, 3, 4-et hipnotizálni. Érted? Tehát nem kell sokra gondolni, hát mit tudom, az mennyi, hány országunk van a Földön? 200 körül? Úgy valahogy. Hát beszorzod, mit tudom én, akár 5 emberrel vagy 10 emberrel is azt a 200-at, az még csak 2000 hipnotizált ember, érted? Nem sok. Hanem egy tömeg. És akkor ugye a pénz emberek családja is következő. Hát ott is van egy főnök. Ott is van a családnak egy főnöke. Hát ott is behipnotizálnak egy pár embert, az bőven elég, főleg a főnököt. Mit tudom, ilyen, hogy Rothschild családfeje, vagy Rockefeller családfeje, de bőven elég. Amúgy se jó állapotúak ezeknek a családoknak a góréi. És onnantól kezdve meg van oldva, hogy azt csinálják, úgy táncoljanak, akkor, hogy ők fütyülnek, érted? És akkor csinálnak ilyen kamu dolgokat, érted? Ilyen kamu betegségeket, kamu járványokat, akkor ilyen kamu folyamatokat, érted? Milyen kamu folyamat? Hogy értsétek.
Hát például ez a CO kibocsátás, ez a legjobb terület, érted? Ez a CO kibocsátás. Ami azt jelenti, hogy ó, hát találjuk ki azt, hogy mit tudom én, csökkentsük a CO kibocsátást. Hol elsősorban? Hát amit a lakosságot érinti, nem a többet. És akkor mondjuk elsősorban hol? Hát mondjuk az autók terén. Érted? És akkor a Földön nem tudom hány millió autó van, nagyon sok. És ez a sok millió autó nem szennyezi úgy a környezetet, mint mondjuk az óceánjárók. Érted? De nem az óceánjárókat korlátozzák, hogy ne szennyezzék annyira a környezetet, hanem a lakosságot, érted? És akkor mit tudom én, csinálják azt, hogy terjesszük el a villanyautót, és akkor nem fog szennyezni. Aha. Mert a villanyautó nem szennyez. Igen. De a gyártása, és elsősorban az akkumulátornak a gyártása, és utána annak a megsemmisítése sokkal környezetszennyezőbb, mint bármilyen belső égésű motornak a működése, érted? Akár több százezer kilométeren keresztül. Arról nem is beszélve, hogy biztos akkor nagy mértékben akarják korlátozni az autók mennyiségét, mert a Földön nincs annyi lítium, mint amennyit igényelnek majd az autók. És akkor kitalálnak ilyen baromságokat, hogy a családok, ahol megfelelnek a feltételnek, de ha nem felelnek meg, akkor is csináljanak napelemeket, rakjanak föl a saját házukra sok millió forintért. Pedig már csináltak olyat, hogy fűtsünk szénnel, majd az nem jó, fűtsünk olajjal, majd az nem jó, fűtsünk gázzal, majd az nem jó, fűtsünk villannyal. És van, aki ezt végig, olyan barom volt, hogy végig is csinálta. Érted? És ez mind óriási bevétel azoknak, akik ezt létrehozták, gyártották. Érted? Mert az átállás bármilyen fűtésről egy újabb fűtésre, az baromi sokba kerül. De ki kell dobni mindent, azért nem kap szinte semmit, és minden új. És mintha ugyanez lenne az autónál, érted? De hát biztos, hogy nagy mértékben akarják korlátozni, mert a világon nincs annyi lítium, amennyire aksira szükség lenne. Most képzeld el, mit tudom én, mondjuk telepítesz, hogy hívják ott, napelemeket. Aha. És akkor utána tizenvalahány forintot kapsz majd, évvégén elszámoláskor, kilovattonként, közben meg fizetsz, ha veszel áramot, mondjuk 60 forintot, vagy 50-et, érted? És a visszatermelés, az kevesebb. De nem tudod magadnak tárolni, mert az akkumulátorok kellenének. Érted? Na most ugyanez a problematikája, gondold végig, az összes napenergiával működő erőműnek. Tudod micsoda? Hogy nem tudják tárolni az energiát. Most gondold végig, ha mondjuk, mert ugye azt tudják, hogyha kevesebb a fogyasztás, akkor kevesebb szenet dobnak a kazánba, és kevesebb villany termel. Érted? Vagy kevesebb gázt nyomnak be az erőműbe, érted? És akkor kevesebb áramot termel. De a napnak, ugye nem mondja az ember, hogy most ne süss annyira, hogy kevesebb áramot adjon. Tehát magyarul, ha nyomja a villanyáramot ugye a nap elemeken keresztül, annak a,
a jó része, most nem a magánszemélyekről beszélek, most a naperőművekről beszélek, az kuka, mert nem tudják tárolni. Hát most képzeld el, ha a naperőműveknek az elektromos energiáját is tárolni akarnák akkumulátorba, meg még az autók is akkumulátorral működnének, érted? Mármint úgy értve, hogy akkumulátor töltene ugye a konnektorról, honnan lenne annyi akkumulátor? És annak mióta akkumulátort gyártanak, mindig veszélyes hulladék az akkumulátor. Minden akkumulátor veszélyes hulladék. Hol fogják tárolni ezt a rengeteg veszélyes hulladékot? Ez az egész egy nagy kamu, úgy ahogy van, szopatása az embereknek, érted? Hát természetesen a tudatlanoknak. Mert cseszhetnék a gyártást, ha hülye emberek nem vennék meg. Érted? De a hülye emberek megveszik, mert mindent elhisznek, minden baromságot. Mai világban elhisznek minden baromságot, mikor utána lehet nézni dolgoknak, és el lehet gondolkodni azon, hogy ja tényleg, hát te, van egy ilyen kis ceruza elemed, vagy egy ilyen legkisebb az a, hogy hívják? Hát az a 3A, vagy akár egy gombelem, ami a legkisebb, érted? És akkor azt ne dobd ide, oda, amoda, mert veszélyes hulladék még az a kis gombelem is. Érted? És senki nem gondolja végig, hogy gyakorlatilag jobban szennyezed majd a környezetedet az elektromos autóval, mint a kevésbé elektromossal. Nézzük meg, csak úgy eszembe jutott valami, nézzük meg az áramtermelést a Földön. Körülbelül 70%-a az áramnak a bolygón az szén, gáz és kőolaj fűtésű erőmű. Érted? Akkor miről beszélünk? Miről beszélünk? Tehát amit termelnek áramot a bolygón, annak a 70%-a az nem ilyen környezetkímélő. Hát miért nem azt mondják, hogy akkor legyen minden erőmű, mindenféle szűrő, mint az autókon? Miért nem ezt mondják? Mert azt mondja a gyártó, hogy ezt a feneketekbe, tudod? Nem gyártó, hanem az erőmű tulajdonos. Oké. Meg a gyártó is. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol minden azt szolgálja jelenleg ezeket a rohadt lenti lényeket. Érted? Meglátná egy ilyen lenti lényt testbe öltözve, tuti, hogy elrettennél. Érted? Jóval nagyobbak, mint az ember, és egyáltalán nem hasonlítanak az emberhez. Jó, de ugye azért nem jelennek meg az embereknél, mert az emberek rögtön írtanák őket, mert összefognának, és azt rengeteg lényt elkezdenék írtani, mert az ember sokkal többen van. Világos ez? Tehát ugye hogyan védekezhetsz ellenük? Ha jó hangulatú vagy. És hogy tud az ember jó hangulatú lenni? Hát ha tele vagy problémával, akkor biztos, hogy nem vagy jó hangulatú. Az hód biztos. Az ember úgy tud jó hangulatú lenni, nézzük meg, hogy hogy, hogyha ezeken a területeken jól boldogul. És jön bármelyik területen egy probléma, akkor azt mondod, hogy úgyis megoldom. Ha ezt tudod mondani, hogy úgyis megoldom, akkor te jó vagy. Ha nem tudod ezt csinálni, akkor te nem vagy elég jó.
itt van 10 terület. Az ember úgy működik, ha ezeken a területeken jól boldogul, akkor boldog. Ha nem, akkor rossz hangulatú. És ezekre a területekre egy helyen hol kapsz tudást? Rajtunk kívül hol kapsz tudást a bolygón? Nincs. 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 Erre a 10-re biztos, hogy nincs. Oké? Van egy hely, úgy hívnak, hogy PPH, úgy hívják. És ez a terület, ez a szervezet ad tudást ezekre a területekre. Megfizethető áron, bárki által megfizethető áron. Ennyiért, amennyibe kerül havonta a képzés, a kutyaiskolában, ha tanítatod a kutyádat, többet kell fizetni óránként. Oké? Nem egy embert tanítanak, hanem egy kutyát többért tanítanak. Miért ilyen kedvező? Hát, hogy át tudjuk adni minél több embernek a tudást, független attól, hogy milyen az anyagi helyzete. Érted? És ha valaki ezt a kedvező összeget sem akarja magának ugye áldozni, magára áldozni, a tudására áldozni, hát akkor nem sajnáljuk. Én legalábbis biztos, hogy egy kicsit sem. Oké? Mi lesz a következménye, valaki nem tanul? 2035-re ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Kell. Ezt a fentiek írták elő. Azok, akik hallgatják az előadást, kaptak egy utolsó esélyt arra, hogy szellemi és lelki fejlődést érjenek el. Akik nem hallgatják az előadásokat, azok még esélyt se kaptak. Oké? Maradjunk ennyibe. Azokkal mi lesz, akik nem fognak tanulni, fejlődni? Egyszerűen kivonják az élők sorából. Ilyen egyszerű. Oké? Tehát, hogyha jövőben még több halál lesz, akkor hidd el, nem annak következménye, hogy ilyen vírus, meg olyan vírus, meg amolyan vírus, jó? Mert az immunrendszer ezeket meg tudja oldani. Tényleg voltak olyan fertőző betegségek az emberiség során, amely, mit tudom, olyan is volt, hogy Európa kétharmada eltűnt, érted? Nem a területének, hanem a lakosságnak. Olyan fertőzések. De az egyharmada megmaradt, azoknak volt elég erős az immunrendszerük ahhoz, hogy megmaradjanak. Érted? Szóval a lényeg az, hogy rendszeresen nyújtunk tudást, minden szerdán és vasárnap, és javasolt az, hogy változtass az életeden, és élőben nézd az előadásokat. Mert csak akkor vagy részese ennek a szervezetnek, hogyha élőben nézed. Miért? Mert van egy lelki fejlődés, amin az embernek végig kell mennie. És ez a lelki fejlődés első lépése a valahova tartozás. Te hogy akarsz valahova tartozni, hogyha nem, akkor veszed igénybe, amikor az élő adás folyik. Hanem fogod és ekkor-akkor, mert azt is tudod, ekkor-akkor megnézed felvételről, vagy meghallgatod felvételről, mert lehet megnézni és meghallgatni. Persze ez kivételes esetekben semmi gond nincs ezzel, mert lehet olyan, hogy éppen nem érsz rá, de nem rendszeresen nem érsz rá.
És ha nincs harmadik lelki szint, akkor nem lesz negyedik se, meg ötödik se. És ahhoz, hogy bekerülhess az aranykorba, hatodik lelki szintig fel kell jutni. 2035-ig. És az bizony idő, mire az ember oda feljut. Oké? Van akinek több idő, van akinek kevesebb. De minimális idő, az most még úgy néz ki, hogy 9 év. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy számogass, 2035-ig van 13 év. És fogynak az évek. Mikor én először kezdtem erről beszélni, akkor még jóval több idő volt, azóta már lassan a fele idő eltelt. Érted? Jövőre már túl leszünk a felé. Gondold végig. Eltelt. Lassan mióta ezeket a képzéseket tartjuk, eltelt 13 év. Most júliustól belépünk a 13. évünkbe. Tehát már annyit letudtunk, mint amennyi hátra van. Elég hamar eltelt ez az idő. Hidd el, a következő 13 év is hamar el fog telni. Úgyhogy várunk benneteket szeretettel, köszönöm szépen a figyelmeteket, 30 perc szünetünk lesz, és kezdődik a elnyomás feloldó coach. Mindenkinek sok sikert kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!